Te emlékszel-e, hogy merre járt éppen a busz, amikor megtudtad, hogy te fogsz majd kezdeni az MTK ellen? Hát szerintem körülbelül félúton lehettünk, vagy inkább tovább, már Siófok után voltunk, úgyhogy... De igazából tegnap már úgy készültem, hogy védeni fogok. Gondoltam, bármi megtörténhet, de inkább úgy készülök. Aztán végül így is lett, úgyhogy nem tévedtem. Akkor azért nem ért? Derültékből villámcsapásként? Nem teljesen, tegnap már azért volt róla szó, úgyhogy úgy készültem tegnap este óta. 2-0-ra nyertetek, mondhatnánk az eredmény alapján, hogy sima, de azért volt dolgod. Hát igen, főleg az első fél időben nem játszottunk jól, de tényleg húztunk-másztunk. Múlt héten például jó játékkal nem nyertünk, most az ellenkezője, úgyhogy igazából ez volt a legfontosabb, hogy nyerjünk a mai meccsen és megszerezzük az idei első győzelmünket. Hogy tetszett onnan a hátulról az első gólotok, ami igen látványos a sikeredet? Hát nagyon örültem, mert nagyon szép gólok voltak. Igazából nem is számítottam rá, hogy gól lesz belőle a szituációkból, de nagyon örültem. Mennyire érezted úgy, hogy nehéz dolgod van hátul? Azért éreztem, hogy támadnak, nyomnak. Voltak nehéz szituációk a meccsen, de szerintem tényleg, ahogy mondtam, kúsztak, másztak a srácok, és szerintem nagyon jól védekeztünk. Azt mondta rólad Waltner Robert, hogy megérdemelted ezt a lehetőséget, mert nagyon nagy sportember vagy. Például Demjén Patrikot is segíteni szoktad, ugye második számú kapusként. Ezt elmesélnéd nekünk, hogy ez mit jelent pontosan, mire gondolhatod? Hát igazából az, hogy kapustársak vagyunk. A legfontosabb, hogy hétvégén nyerjen a csapat, és ezért igyekszünk úgy felkészíteni éppen azt a kapust, jelen esetben a Patrikot, aki védeni fog, hogy minél jobb teljesítmény nyújtson, és ezáltal győzelemre segítse a csapatot. Ami ugye a héten még nem volt róla szó, hogy én védek, de ugyanúgy dolgoztunk, edzettünk keményen, és hát ugyanaz a célunk, hogy nyerjen a csapat hétvégén. Mennyire volt furcsa úgy védeni, hogy ugye nem ült a padon cserekapus? Azt elárulta Waltner Robert, hogy ki volt jelölve valaki, aki beállt csereként, ha szükséges, de ugye alapvetően cserekapus nem volt. Hát ő a Kosta állt volna be, igazából nagyon sok szó esett arról a meccs előtt, hogy már a buszon is, hogy mi lesz, hogyha esetleg megsérülök, hogy kiállítanak. Mondtam is meccs előtt, hogy annyit beszélünk róla, hogy végül nehogy megtörténjen, de hát nem volt olyan szituáció, amitől félni kellett volna. Jól éreztem magam, úgyhogy elfáradtam igazából nagyon ennyi. Patrikkal esetleg beszéltél-e, már mondott-e valamit a teljesítményedről? Meccs után nem, meccs előtt viszont beszéltünk, és nagyon segítőkész volt. Sok sikert kívánt, és tényleg nagyon, nagyon jól esett. Aztán neki is. Vasárnap pedig fogadjátok a Fradit. Hogy készülsz? Te fogsz védeni? Hát készülünk ugyanúgy, hogy eddig. Az edző dönti el, hogy ki véd. Nyilván mi megpróbálunk minél jobb teljesítményt nyújtani a héten. Készülünk ugyanúgy, készülök, mint a védenék. Nyilván Patrik is, aztán az edző eldönti majd, hogy ki véd igazából. A lényeg az, hogy nyerjen a csapatot is.